Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás. 2022. október 19-e szerda van, 16 óra 40 perc, és még mielőtt kapcsolnánk a mai vendégünket, egy fontos és aktuális hír. Vlagyimir Putyin hadiállapotot hirdetett az Oroszország által elcsatolt területeken. A rendelet szerint az annektált részeken olyan különleges rendszert vezetnek be, a válaszadás maximális szintjét, amelynek értelmében az Orosz Föderáció legfőbb tisztviselői végrehajtó szervei gyakorolhatják a 2002. január 30-án elfogadott a hadiállapotról szóló 1FKZ számú szövetségi alkotmányos törvényben előírt, valamint a mozgósítási intézkedések végrehajtására vonatkozó hatásköröket. A TASZ orosz állami hírügynökség szerda délután tájékoztatott arról, hogy Oroszország elnöke a biztonsági tanács ülését követően aláírta azt a rendeletet, amely szerint az ország 4 új régiójában Donyecki és Luhanszki népköztársaság, Zaporizsia és Herszon régió hadiállapotot vezetnek be. Az erről szóló dokumentumot az elnök hivatalos oldalán tették közé. Aláírtam egy rendeletet a hadiállapot bevezetéséről az Orosz Föderáció 4 területére vonatkozóan. A rendeletet azonnali jóváhagyásra küldik a szövetségi tanácsnak és az állami dumának, mondta Putyin a biztonsági tanács ülésén, amelyet videokonferencia keretében tartott. Hogy mit jelent ez pontosan, erről fogunk foglalkozni majd a következő napon. De most egy olyan beszélgetést fogunk sugározni, amit még a bejelentés előtt vettünk fel Reháker Andreával, a Deep Stage című műsorvezetőjével. Ez következik most. A vonalban tehát Reháker Andrea, a Deep Stage című műsorvezetője, külpolitikai újságíró. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szervusz Tamás, és én is köszöntöm a hallgatókat. És hát olyan büszkék vagyunk rád innen az Ultrahang stúdiójából, mert ugye elindult a Deep Stage című csatorna, és pillanatok alatt rengeteg feliratkozóval rendelkezik, és látom, hogy szép a nézettség is, és valahol ezt egy kicsit a közös sikerünknek is érzem, de természetesen tiéd az érdem, de nagyon gratulálunk, meg egyúttal bátorítjuk a hallgatókat, hogy iratkozzanak fel Andrea csatornájára. Nagyon izgalmas dolgok vannak rajta, egyrészt különböző elemzések, másrészt olyan nemzetközi térben elhangzó beszédek, amelyeket máshol nem is hallhatnak, csak a Deep Stage csatornáján, és azért is izgalmas a történet, mert ha jól tudom, akkor már elért hozzá a nagy testvér keze, és korlátoz a YouTube. Igen, ez szinte az első pillanatban megtörtént, nagyon meg is lepődtem. Én is nagyon köszönöm mindenkinek, aki az Ultrahang irányából is támogat, mert azért mutatják a statisztikáim, hogy közös a hallgatóságunk, tehát rendszeresen kapom, hogy akik engem hallgatnak, azok az ultrahangadásait is, és a Hit Radio közéletet is hallgatják, szóval valóban nagy szóval ez már egy nagy család. Nyújtotok nekem, igen, tehát az igazából egy ilyen nagy siker, amit nektek is köszönhetünk, és hát az történt, hogy az első 3 videómat azt a YouTube azonnal lekorlátozta, és ilyen 1000-1200 megtekintéseim voltak, úgyhogy közben a videóim a Hit Radio közéleten meg egy-két óra alatt ilyen 10000-es nézettséget hoztak. Tehát lehetett látni, hogy le van tekerve az algoritmus, nem dobálja fel. Ezt ugye kiraktam, kiposztoltam a Facebookra, meg bemondtam a következő adásban is, és a posztolók is írták, a kommentelők, hogy valóban nem látták. De most az látszik, hogy írtam a YouTube-nak egy gyönyörű üzenetet, és feloldották, egyetlen egy van letiltva még egy videóm, az összes többit azt feloldották, és szépen megy föl a nézettségem. És közben megsajnáltak egy páron, és most már 4000 fölött van a feliratkozóim száma, alig 3 héttel azután, hogy elengedtük ezt az útjára ezt a csatornát. Szóval mindenkinek nagyon köszönöm így ezen a csatornán is. Na hát további sok sikert, megjegyzem, most én is kapok üzeneteket arról megint, hogy nem kapnak a hallgatóink értesítéseket annyit a videókról, meg én is érzékelek némi korlátozást, de azt látom, hogy az Ultrahangnál már kialakult az, hogy nagyon sok hallgatónk rákeres arra, hogy Ultrahang meg videók, és ezt ajánlom Andrea csatornájának az esetében is, mert ha tudatosan keresünk, akkor nyilván a YouTube nem távolít el, csak lejjebb tekeri az elérés. No, de ennyit az algoritmusok rejtelmeiről, és akkor beszélgessünk egy kicsit az orosz-ukrán háború aktualitásairól, méghozzá inkább arról, hogy szövetségi szinten mi most a helyzet. Nagyon érdekesen figyelem azokat a fejleményeket, amelyek Irán, Oroszország és a Nyugat viszonyában látszódnak most. Egy kicsit beszéljünk erről az egész történetről, mert ugye ott az történt, hogy Irán elkezdett elvileg drónokat szállítani Oroszországnak, és Oroszország iráni drónokkal lövi Kijevet. Ez
ezzel kapcsolatban vannak cáfolatok is egyébként iráni oldalról, de minden esetre úgy tűnik, mintha egyrészt Irán és Oroszország még jobban közeledne egymáshoz, és minthogyha Irán a nyugati országokkal már abszolút nem kommunikálna, amit én azért elég aggódva figyelek. Igen, ez így van. Az első figyelemfelhívás erre, legalábbis én akkor figyeltem erre föl, amikor Zelenszkij a G7-nek a bejelentkezésén vendégként felszólalt, és ott ő elmondta, hogy naponta 84 meg 100 fölötti rakétával lövi az orosz fél őket, és hogy ennek a legnagyobb része az iráni Shahid rakéta, és ez így ki volt domborítva teljes egészében a beszédben, és ugye most már meg is szakította Ukrajna a diplomáciai kapcsolatot az iráni állammal, és egyértelműen arra hivatkoznak, hogy ugye az irániak ugyancsak letették a voksukat az oroszok mellett, és az oroszoknak segítenek, de ugye az az igazság, hogy Irán párja szerepben van még mindig, tehát nemzetközileg nem egy elfogadott valaki, és igazából az a probléma, hogy az amerikaiak, akik párjává teszik, meg akik lekorlátozzák a kereskedelmét, meg blokkolják a vagyonait, ezt tiltják az Európai Uniónak is. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Unió az itt egy ilyen bénakacsaként így üldögél megfigyelőként ezekben a globál politikai ügyekben, mert ugye rengeteg befektetése lehetett volna az Európai Uniónak Iránban, amit ugye megakadályozott Amerikának a közbelépése, és ez elmérgesítette a kapcsolatot, és mivel ugye a muszlim világ az erőből ért, ezért Irán egyértelműen látja, hogy Európa egy ilyen csatlós kb., tehát hogy nincsen saját szuverén döntési joga ebben a témában, és azok felé fordult, akiknek szerinte még van esélyük, tehát globális területen még tudnak saját döntéseket hozni, és ez ugye Oroszország, bár meg ugye nyilván most a többi muzulmán ország is egyre inkább úgy tűnik, hogy Oroszország mögé sorakozik fel, ezt látjuk a Szaúd-Arábia esetében is, és az OPEC Plus esetében is, hogy nyilván ennek nem annyira ideológiai okai vannak, mint Irán esetében, hanem inkább gazdasági okai főleg, hogy mindenkinek az éri meg, hogyha sokkal többe kerül az olaj meg a gáz a piacon, mert akkor kevesebb kitermeléssel több bevételre tudnak szert tenni, de ugye Irán ebben az értelemben konkurenciája Oroszországnak. Ugye Irán is úgy éli túl ezeket a szankciókat, hogy Kínával üzletel, meg Venezuelával, ezt ugye láttuk akkor, amikor átmeneti hiány volt, és ugye az amerikaiak megengedték két európai országnak, hogy Venezuelából vásároljanak kőolajat, és akkor kiderült, hogy itt igazából iráni olajjal kevert venezuelai olajról van szó, mert ugye nyilván nem mindegy, hogy tehát oké, hogy kitől vásároljuk, de nem mindegy a rendszer szempontjából, hogy az anyagnak milyen minősége van, és ugye a venezuelai nem elég jó ahhoz, hogy önmagában fel lehessen használni, ezért bekeverik egy kis iráni olajjal. Szóval ez az egész szankciós idiotizmus, ez elérte azt, hogy most már nem is nagyon lehet lekövetni, hogy akkor ki kitől mit vásárol. Van az a párhuzam, mint a nénike, aki a kis kendőjében megveszi a Tesco-ba a paradicsomot, és aztán 30%-os áréssel bióként eladja a piacon. Tehát körülbelül ezt látjuk most, hogy iráni és orosz olajat vehetünk át akár Indiából, vagy Venezuelán keresztül. Viszont ez azt jelenti, hogy Irán valójában most Oroszországgal megújítja azokat a kapcsolatait, amik egyébként háttérbe szorultak, és az amiatt is lehet igen veszélyes, mert ugye itt semmi sem szívességből történik, hanem viszonossági alapon, és ha ez esetleg egy olyan ügyben, ami egy harmadik féllel szemben közös platformot teremt, lehetséges, hogy kiváltja, hogy az oroszok minden európai, meg demokratikus, meg keresztény gondolatmenet ellenére Irán mellé fognak beállni egy konfliktusban. Ugye azért is bonyolult ez, mert Robert C. Kestelnek volt nálunk egy nagyon fontos mondata, és szerintem nagyon találó mondata, ami szerint Irán nem csak egy ország, hanem egy ügy is. És ugye tudjuk, hogy azért, ha ez igaz, akkor Irán egy síta ügy. És
Oroszország vajon ilyenkor a muzulmán világhoz is közeledik? És ugye tudom azt is, hogy a muzulmán világon is számtalan ellentét van, de nagyon érdekes ugyanebből a szemszögből megfigyelni például az OPEC országoknak, meg az öböl menti országoknak a helyzetét is. Hát igen, pont erre gondoltam én is, hogy Irán a szemben áll Szaúd-Arábiával is. Egyrészt konkurencia gazdaságilag, másrészt pedig hegemónia szempontjából. Ugye a szaúdiakat segítették eddig az amerikaiak, rengeteg katona, amerikai katona állomásozik Szaúd-Arábia területén, azzal a hallgatólagos céllal, hogy bizonyos berendezéseket üzemeltetnek, amelyek védik az olajmezőket, hogy zavartalan legyen a kitermelés. Na most itt az amerikaiak azt lendítették meg, hogy mivel ugye nem hajlandó Szaúd-Arábia csökkenteni a kitermelést, ezért azt indítványozzák, hogy akkor vonják ki az amerikaiak ezeket a védelmi csoportokat, és ugye Jemenben az a konfliktus, ami Szaúd-Arábia érintettségével zajlik, a jemeni kormány és a lázadó csoportok között. Ugye ott a jemeni kormányt a szaudiak támogatják, a lázadó csoportokat, a pucsistákat meg Irán. Tehát lehetséges, hogy szabotázsakciókat tudnak majd Szaúd-Arábia területén kivitelezni ezek ha elmennek onnan az amerikai katonák. Tehát itt azért lehet, hogy most így végül is Oroszországgal kapcsolatosan talán egy platformon vannak, de semmi másban nincsenek egy platformon, és ugye az oroszok szerintem ilyen nagyon-nagyon vékony jégen járnak jelen pillanatban, és szerintem ez inkább egy ilyen kétségbeesés, hogy minden segítséget szívesen vesznek, amit kapnak, hogy igazából valamilyen módon kenyértörésre vigyék az ügyét ennek a katonai konfliktusnak. És ugye az egyik vetületben a szaúdiak segítik őket, a másik vetületben meg Irán, de mindenkinek van ebben az értelemben saját agendája, tehát itt semmi nem önzetlenül, és csak az oroszok miatt történik emberbaráti szeretetből. És akkor, ha egy kicsit túl megyünk a nemzeti kérdéseken, akkor azt látjuk, hogy a gazdasági viszonyokat is átalakította, vagy megpörgette az orosz-ukrán háború. Te ugye azok közé tartozol, akik azért bátran mernek erről a témáról beszélni, mert nagyon sokan tabusítják ezeket a kérdéseket. De hogy látod most 2022. októberében, hogy melyek azok az érdekkörök, amelyek tényleg kimondható, hogy profitálnak ebből a háborúból? Hát a legelső, amire szerintem minden laikus is azonnal gondol, az a fegyveripar. Mert ugye most töménytelen mennyiségű fegyvert szállítanak bizonyos országok Ukrajnának, és ugye természetes azzal, hogy mondjuk most kiszanálták a régi, már elavult fegyverarzenáljukat, és akkor átpasszolták Ukrajnának, de ezeket valahonnan pótolni kell. És akkor ugye most a G7 megbeszélésen Zelenszky felhívta Olaszország és Franciaország figyelmét is, hogy küldjétek már végre azokat, amiket megígértetek, meg Amerikát is, hogy akkor közép- és hosszú hatótávolságú rakétaelhárítókat szeretnének kapni, és ugye már most a Politico meg is írta, hogy az amerikai Lockheed már felgyorsította a HIMARS rakétáknak vagy rakétakilövőknek a gyártását. Ugye beszél róla a német parlament, a Bundestag, hogy a német fegyvergyáraknak az elfekvő készleteit azt át kell adni az ukránoknak, hogy tudjanak újakat gyártani, akár kormányzati tendereken. Tehát ez az egyik olyan iparág, ami egyértelműen nagy nyertese ennek. Minden háborúnak nyilván a fegyvergyártók a legnagyobb nyertesei, és ez egy igen erős lobby is, amit látunk, akkor ugye voltak Ukrajnával kapcsolatban hatalmas viták, amiket egyébként próbálnak tagadni, de azért nyilván a telekönyvi dokumentumok azok nem hazudnak, hogy a nagy amerikai mezőgazdasági vagy vegyszergyártók, mint a Monsanto például, az nagyon vicces, hogy a Russia Today-nak van egy listája a 10 leggonoszabb cégről a világon, és ezt a Monsanto vezeti jelen pillanatban. Tehát az a lényeg, hogy
A Monsanto ez már 2014 óta próbálja megvetni a lábát Ukrajnában. Ugye az ukrán termőföld az hihetetlenül jó minőségű, ugye nem véletlenül nagy gabona exportőr is Ukrajna. És ugye ezt a földet, hogyha eddig nem vásárolhatta fel senki, csak ukrán polgárok, de ugye azért, hogy megkapják a pénzüket, erről Nógrádi György is beszélt többször is, ezért ugye földreformot kellett végrehajtani, hogy ne csak magánszemélyek, hanem cégek is vásárolhassanak, és akkor ezeken keresztül, ugye ukrán leányvállalatokon keresztül elkezdtek a nagy cégek földterületet vásárolni Ukrajnában. Nyilván ígérik, hogy nem fognak rajta génmanipulált gabonát termeszteni, de ezt nyilván utána a saját tulajdonukon senki nem tilthatja meg. Viszont ezzel olyan helyzetbe kerül Ukrajna, hogy kinyírják a nemzetközi gabona exportját, mert ugye senki sem hajlandó génmanipulált gabonát vásárolni. Tehát lehet látni, hogy ez egy hatalmas, nagy zöldmezős üzlet mindenki számára. Ráadásul ugye a G7 most bejelentette, hogy október 25-én lesz majd egy konferencia Ukrajna újjáépítéséről, modernizálásáról, támogatásáról, ahol majd nyilván a nagy üzleti érdekkörök leülnek egymással, és akkor megbeszélik, hogy melyik kormány milyen mértékben finanszírozza majd azt, hogy Ukrajnát újjá kell építeni. És ugye már azt is pedzegetik, hogy orosz pénzt is be akarnak vonni ebbe, tehát lehetséges, hogy vagy azon az úton, hogy ők azt hiszik, hogy megnyerik ezt a háborút, és Oroszországnak mindenét elveszik, és akkor ebből Ukrajnát újjáépítik, ami egy ilyen magyar népmeséhez hasonlító gondolatmenet, mert azért ez valószínűleg nem lesz ennyire egyszerű, meg gyorsan, de ugye most ez történik, hogy erről beszélgetnek már. Tehát itt mindenki az üzleti lehetőségeket látja. Arról már nem is kell szót ejteni, hogy ugye volt rengeteg, tehát voltak ezek a biolaborok, amiknek a dokumentációját most nagy erőkkel semmisítik meg, amire az oroszok hívták fel a figyelmet. Tehát ott például Hunter Bidennek egészen kiváló kapcsolatai voltak ezen a területen. Szóval mindenki próbál a zavarosban halászni, és azért elég sok vetülete van. Ugye szeptember végén találkozott Zelenszkij a BlackRocknak a vezetőjével is, aki ugye, tehát ez egy ilyen hatalmas befektetési, a világ legnagyobb asset menedzsere, hogy hogyan legyen tovább. Tehát már a BlackRock abban is igazából ilyen politika formáló próbál lenni, hogy elmondja Zelenszkijnek, hogy szerinte, hogy lehet a leghatékonyabban megtenni ezt az egészet. Szóval ez azt lehet látni, hogy ezt mindenki óriási lehetőségnek látja, de majd meglátjuk, hogy ki lesz az, aki a végén megkaparintja majd itt a lehetőséget, és igazából itt az a kérdés, az is kérdés, hogyha Zelenszkij hatalmon marad, akkor valószínűleg ő is nagyon jól fog járni, mert hogy ő mint az első számú vezető fogja eldönteni, hogy akkor ki a kóser és ki nem. És szerinted, amikor ezek a pénzügyi agytrösztök keresnek egy csomó pénzt, akkor a profitot maguknál tartják, vagy jótékonyak, és ezt átadják Ukrajnának, és Ukrajna ebből védekezhet, mert ez lehetne a naív elképzelés. Hát ezt senki sem hiszi el, aki egy kicsit is foglalkozik ezzel. Ez a narratíva. Tehát mindenki ezt mondja, a Soros is azt mondja, hogy ő emberbaráti szeretetből investál bele ezekbe a fejlődő gazdaságokba, de aztán a következő mondatában meg elmondja, hogy 3 év alatt megszázszorozta a befektetését, tehát itt semmi sem önzetlen emberbaráti szeretetből történik, és ezt a rengeteg szakértő megfogalmazta már az ultrahangon, hogy ilyen szép magyar szóval mondva, Ukrajna az ilyen collateral damage, tehát ilyen járulékos veszteség. Igazából Ukrajna nem érdekel senkit. A földterület érdekli őket, a befektetési lehetőség, a fejletlen gazdaság, a szabályozottságnak a hiánya. Ugye Ukrajna azért, ha belegondolunk, lehet, hogy most a szabadság letéteményesei és az emberi jogoknak a első számú szimbóluma a világon, de ezelőtt nem ez volt, hanem a korrupciós listán, azt hiszem a Transparency International, aki ugye nem egy konzervatív szervezet, ott a 280 országból, akit vizsgáltak, Ukrajna körülbelül a 140. helyen állt, tehát minél hátrább vagy annál rosszabb a korrupciós listán. Tehát Ukrajna az egy, tehát a korrupciónak a melegágya volt eddig.
És hát ezt egyébként lehet tudni, hogy azért kutyából nem lesz szalonna valószínű, hogyha ez a garnitúra marad, akik most vezetik az országot, ez a politikai berendezkedés, akkor itt a kenőpénzek fognak dönteni, meg az, hogy kikinek mekkora jattot fog adni. Lehet, hogy ezért most engem keresztre feszítenek, de az, az igazság, hogy szerintem ezt realistaként kell nézni, és nem a politikai narratívát kell figyelni, hanem az, hogy ki mit tett a múltban, és ki mit csinál jelenleg, és hogy ki az, aki ebből a legtöbb pénzt kaszálja. Viszont itt az a kérdés, hogy, és tudom, hogy ez is kegyetlen kérdés, de Ukrajna gazdaságilag, vagy az ukrán érdekkörök gazdaságilag tudnak nyerni a háború? Mert azt halljuk, hogy államcsőd közeli állapot van, és tényleg lélegeztetőgépen tartják az ország gazdaságát. Vannak, akik azt mondják, hogy ha véget érne ez a háború, akkor, és a nyugat már nem finanszírozná, akkor Ukrajna összeomlana. De ezzel párhuzamosan lehetséges, hogy ukrán oligarchák vagy ukrán emberek egyénileg meg közben gazdagodnak a mostani hát teljes káosz ellenére? Persze, hát most képzeld el, hogy van egy ország, amely rendelkezik egy csomó erőforrással, kiváló termőfölddel, van lehetősége, van tengeri kikötője, vannak vevői, és így tovább. És közben minden egyes alkalommal ahhoz, hogy a nulla pontot elérje, már ahhoz is hitet kell, hogy felvegyen. Ez egyértelmű, aki mondjuk tanult közgazdaságtan bármekkora mennyiségben, az tudja, hogy ez nagyjából a helytelen gazdálkodásnak az eredménye. Tehát, hogy nem használjuk ki az erőforrásainkat. És ugye lehet tudni, hogy például a lítium, ami most az elektromos autóőrületben az egyik legkomolyabban keresett alapanyag, abból nagyon nagy tartaléka van Ukrajnának, csak az a baj, hogy nem az állami a koncesszió, hanem egy oligarcháé. Tehát az a baj, hogy a korrupció az olyan mértékben áthatja ezt az országot, hogy a saját erőforrásai sincsenek már az államnak a kezében. Tehát Zelenszkij az hozzá van szokva, hogy mindig valaki finanszírozza a dolgokat kívülről, tehát már azt mondom, az adósságszolgálathoz is hitelt kell, hogy felvegyen, és ez egyre jobban eladósítja. És akkor honnan kap pénzt? Hát az Európai Uniótól nem tud felvenni pénzt, mert ugye ott nem, tehát ők még nem tagok, a pénzpiacról. Az államkötvény az olyan Ukrajnában, tehát ha megnézzük, hogy milyen az életszínvonal, nem egy jelentős befektetés, tehát nem jön belőle elég pénz. Hát nem olyan, mint a magyar állampapír plusz. Hát nem olyan, mert a magyar állampapír az azért egészen jó hozamokat ad, és az annak igazából tehát van egy olyan felhangja is, hogy inkább a magyaroktól vegyen fel pénzt a kormány, mint a külső pénzpiacokról, tehát nekünk legyen kiszolgáltatva, és ne a külföldieknek, de ezt az ukránok nem tudják megtenni, meg akinek volt egy kis esze, az elvitte külföldre a pénzét, tehát ugye Ciprus az egy nagyon kedvelt offshore az oligarchák szempontjából, az oroszoknak is, meg az ukránoknak is, tehát igazából nincsen lehetősége arra, hogy prudensen gazdálkodjon, mert már mindent áruba bocsátottak jószerével, és ugye ez nem fog megváltozni feltétlenül akkor sem, hogyha itt eldől ennek a vége, és akkor sem, hogyha az oroszok nyernek, mert ha az oroszok ültetnek oda valakit, az pontosan ugyanezt az örökséget fogja megkapni, és akkor lehet, hogy ugyanaz lesz, mint amit Putyin csinált, amikor hatalomra került, hogy fogta azt a X legfőbb oligarchát, és vagy megölette őket, most megint nagyon direkt befogalmazok, vagy pedig elmentek ők is számüzetésbe az országból. Vagy domestikálta őket. Vagy igen, vagy behódoltak, ez a három lehetőségben, de működik a gazdaság, és igazából ilyen élni-élni hagyni módon egymás mellett azért léteznek ezek a dolgok. Lehetséges, hogyha egy orosz barát kormány a hatalomra Zelenszkijt követően, akkor ez a megoldás fog működni. Egyébként pedig, ha marad ez, ami most van, úgynevezett demokratikus emberi jogokért küzdő kormány, akkor ez valószínű, hogy megint a kis embereket fogja a legnagyobb mértékben sújtani. Ugye lehet látni 2014-től kezdve, hogy szinte menekültek az ukránok, tehát nem csak a háború miatt, most ugye nyilván meg felgyorsult a kiáramlásnak a mértéke, de azért nagyon-nagyon sokan elhagyták az országot az előző időszakokban is, pontosan emiatt, hogy hiába dolgozik valaki, nem jut egyről a kettőre, a korrupció miatt, meg a visszaélések miatt, és ugye ez, ha ezen nem változtatnak, akkor teljesen mindegy, hogy mekkora pénzösszegeket öntenek bele kintről. A kis ember, maga az ukrán nép, az nem fog nyerni belőle egyáltalán.
Ugye azt is látjuk, hogy amikor Ukrajna még orosz érdekszféra volt, akkor is ugyanezek a problémák jelentkeztek. Ez azt jelenti, hogy maga az ukrán társadalom, meg az ukrán politikai berendezkedés is, vagy sem tudott megtisztulni sem az orosz, sem az ukrán vezetés alatt? Ez így van, ez így van. Tehát az ukrán, vezetés, ami orosz érdekszférának minősült, addig nagyon erős orosz kontroll alatt volt, és igazából ott az oroszok döntötték el, hogy akkor kikap mit. Az életszínvonal akkor is gyenge volt Ukrajnában. A alvilágnak a működése, szervkereskedelem, prostitúció, kábítószer, ezek akkor is ugyanúgy működtek ez Ukrajnában. Ez így van. Tehát azt lehet mondani, hogy egyik oldalnak sem volt, tehát sem az amerikaiaknak, vagy a nyugat barát kormányoknak, sem az orosz barát kormányoknak nem állt érdekében, hogy ezt megszüntessék. És ezt sajnos ki kell mondani, tehát hogyha tényleg az emberbarátságról, meg a humanizmusról beszélünk, akkor ezzel kellene kezdeni, hogy policy-t kellene módosítani, hogy igazából érezze úgy az ukrán nép, hogy valaki ővelük is foglalkozik végre. Te mire számítasz akár majd az egyszeri háború, tehát amikor egyszer vége lesz a háborúnak, hogy ez hogyan megoldható? Egy kicsit olyan Ukrajna, minthogyha az minden nagyhatalomnak, középhatalomnak, titkosszolgálatnak, gazdasági érdekszférának és alvilágnak a műveleti terepe lenne, és ilyen szempont, én tényleg nagyon sajnálom az ukrán embereket emiatt, mert hogy ennyi érdekszféra vonul át rajtuk, az kőkemény. Igen, ez így van. Tehát ezért kellett volna Ukrajnának olyan függetlenséget biztosítani, mint amilyen Ausztria is például. Ugye ez fel is merült még egyébként. Igen. Azt sem titok, ugye, hogy most készül egy könyvem, aminek te vagy az olvasó szerkesztője, és ugye abban van egy fejezet, amikor ezt taglalják, hogy felmerült az, hogy tényleg olyan szinten legyen Ukrajna független, mint Ausztria katonailag és politikailag is, és egyébként Ausztriának bevált ez a státusz, úgyhogy egyelőre nem láttuk azt, hogy nagyon fenyegetve lenne bárhonnan. Ez így van. Ezt egyébként, tehát ez érdekében állt volna több szempontból is mind a két oldalnak, és itt igazából pontosan ebben a beszélgetésben, amire utalsz, ebben merült fel ez, hogy az amerikaiak ezt lényegében nem tartották jó ötletnek, és ugye a további nyomulás az egyértelműen aztán eszkalálta ezt a konfliktust az oroszokkal. Tehát Ukrajna az egy tranzit minden szempontból, tehát, és mivel ugye nem rendelkezik úgymond nagyon régóta saját szuverenitással, mert igazából van neki kormánya, de valójában nincsen hatalmi jogköre, mert mindig valaki diktált a feje fölött, ezt ugye ismerjük mi is. Ezért ugye ezért érthető az a vágya az ukrán népnek, hogy végre mindenki szálljon le róluk, és akkor hadd legyünk mi is a nyugathoz tartozó, prosperáló lehetőségeket kapó nép, mert ugye elhiszik a propagandát, hogy ez mennyire szuper, amikor a nyugat dirigál az embernek, vagy az ország vezetőinek. De igazából valóban itt mindenki meg akarta mondani a tutit, és meg is mondták, és az ukránok pedig nem igazán tudtak ebben ellenpólust képezni, mert valahogy mindig olyanok kerültek a hatalomra, akik aztán lepaktáltak valamelyik nagy hatalommal. Meg ez szerintem már egy kényszerpálya is egy jó ideje, mert ugye nincsen ütőképes hadserege, most már ugye fel lesz szerelve, de igazából nagyon nagy kérdés, hogy itt is aztán mi lesz a végkimenetel, hogy most akkor, ha győznek, akkor egy teljesen nyugat által, meg nyugattól függő entitás lesz, mert ugye a nyugat pénze nélkül nem tudja újjáépíteni még a hidait sem. Ha pedig az oroszok győznek, akkor meg ugyanúgy vissza fog állni az a rend, ami volt 2014 előtt, hogy orosz érdekszféra lesz, és akkor is ugyanúgy valamiféle nagy hatalom. Tehát ezt nevezem én úgy, hogy igazából a kis országok, azok, meg akik közel vannak nagyhatalmakhoz, ugye Orbán Viktornak volt egy nagyon jó mondata, most a Berliner Zeitung rendezett egy beszélgetést, aminek a teljes felvétele fent van a YouTube-on, és én egyébként érdemesnek tartom, hogy mindenki hallgassa meg, mert szerintem nagyon jókat mondott. Tehát ebben mondta, tehát Magyarországnak nem jó az, hogyha közvetlenül szomszédos valamilyen nagyhatalommal, ezt mutatja a történelmi tapasztalat, és ez jutott eszembe Ukrajnával kapcsolatban is, hogy Ukrajna
igazából része volt, meg állandóan határos volt Oroszországgal, és ez meghatározza azt, hogy milyen mozgástere van. Mert ezek ilyen geopolitikai adottságok, hogy adva van egy nagyon erős és nagy ország, és azt természetszerűleg rákényszeríti a környezetére a saját akaratát, vagy legalábbis megpróbálja is, hogyha ezzel nem tud ellenpólust képezni, tehát nincsen semmi adó vagy ütőkártya a másik országnak a kezében, mert azért nyilván lehetne Izraelre is hivatkozni, hogy ilyen miniatűr, aprócska, meg minden, de olyan know-how van benne, meg olyan fejlesztési potenciál, meg tudás, hogy igazából a 8. legnagyobb hatalom gazdaságilag a világon. De ezzel az ukránok például nem rendelkeznek, tehát ilyen, sőt, mi sem. És ez ilyen szinten meghatározza, hogy az ember milyen irányba tud menni, és akkor akkor tárgyalni kell. Mert ha nem tárgyal, akkor ez van. Na és akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy megelőzzük a kommenteket, hogy amikor az ukrán korrupció mértéke felmerül, akkor nagyon sokan írják, hogy miért nem a magyar korrupcióval foglalkozunk, Magyarországon sokkal rosszabb a helyzet, mint Ukrajnában, és ilyenek, hogy erre te mit tudsz mondani? Én azt tudom erre mondani, hogy akármelyik országot nézzük, a politikai korrupció az mindenhol jelen van. Amerikában lobby csoportoknak hívják őket, de mindenhol van botrány. Ilyen témában. A politikus az első számú azzal a céllal kerül hatalomra, hogy a saját életét jobbá tegye, és aztán, hogy újra válasszák. Most nagyon, nagyon kisarkítom direkt, hogy lehessen kommentálni. Tehát az igazság, hogy a magyar korrupció az is egy koncepció mentén történik, tehát ugye vannak, akik azt mondják, hogy Orbán Viktor azért hozza helyzetbe a saját érdekkörében a nagyvállalkozókat, hogy egy olyan stabil magyar nagyvállalkozói réteget építsen fel, akik mondjuk nemzetközi szinten képesek megjelenni, úgymond akár partnerként egy multival szemben, ami egyébként egy üdvözlendő dolog az, hogy ezt milyen módszerrel csinálják, ez már egy másik kérdés. De ez nem a magyar rendszernek a sajátja, akkor sem, hogyha ezt most természetellenes módon úgy próbálják beállítani, mintha ez csak Magyarországon lenne, és a világ összes többi országában mindenki szent és sérthetetlen. Ugye most, ha az amerikai beavatkozást nézzük, most dobta fel nekem a LinkedIn például, hogy létre fog jönni egy olyan média szervezet itt Magyarországon, aminek egy amerikai alapítvány által támogatva, ami arra van, hogy például a minket, újságírókat totálisan elnyomó magyar kormány hatását ellensúlyozza, hogy legyen szabad sajtó Magyarországon. Küldenek pénzt? Pénzt nem küldenek, de kaptam egy ajánlatot, hogy lehetek managing director, vagy projektigazgató. Te lennél a tényellenőrző? Hát szerintem nem tudják, hogy milyen egyéb tevékenységeim vannak, különben le lennék tiltva ott is valószínűleg, tehát nem biztos, hogyha elmondanám nekik, hogy miket csinálok így a szabad időmben, az tetszene nagyon. Cenzúrázhatnád magadat. Igen. Vagy hát szabad-e tehetelek téged, és saját magamat is, mint ugye a kormány által elnyomottakat. Tehát az a lényeg, hogy itt mindenki próbálja a saját agendáját tolni, de ez nem jelenti azt, hogy a másik oldalon nincsen korrupció, vagy egy másik országban nincsen korrupció. Nézzük meg a németeket. A Covid alatt nem kettő politikus fejébe került az, hogy mondjuk próbáltam a maszkokkal üzletelni, vagy az Európai Unióban Ursula von der Leyennek a Pfizerrel kötött SMS-ekbe letárgyalt óriási 35 milliárd eurós díjéről, az nem korrupció. Tehát, és senki se beszél róla, meg amikor azt mondja Ursula von der Leyen, hogy a Stanford Egyetemen előadó volt, és akkor először úgy emlékszik a Stanford, hogy nem is látták soha az életbe, aztán valaki oda telefonál, és akkor hirtelen rákerül a listára. Tehát ezek mind olyan dolgok, ami hozzátartozik a politikához, és az, hogy egybemossuk az érzéseinket, hogy Orbán Viktort meg a magyar kormányt utálni kell, mert egy ellenálló, azt nem szabad egyébként úgy venni, hogy a másik oldal az viszont semmit sem csinál, és neki, és mindig igazuk van. Ezért mondom én a saját műsoromban is mindig el az embereknek, hogy ne egy forrásból tájékozódjanak, és azért jó az ultrahang, mert én láttam olyan, meg a Hit Rádió közélet is, mert én hallottam ott olyan szakértőt, akitől az összes kezem ökölbe volt szorulva a zsebembe, olyan szinten, tehát nem nehéz volt végighallgatni, tehát igyekszünk mindenkit megszólítani,
meg mindenkivel beszélni, és inkább kérdezni, hogy az emberek a saját döntésük alapján saját véleményt tudjanak megfogalmazni, mert hogyha csak egy forrásból tájékozódunk, abban benne van ennek a lehetősége, hogy elhiszünk valamit, aminek nem is biztos, hogy van alapja, vagy esetleg el van túlozva. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és a kedves hallgatók pedig további izgalmas beszélgetéseket, illetve nem is tudom, mert a monológ olyan degradáló, de valójában jegyzeteket, hangjegyzeteket hallhatnak Rehákel Andrea Deep Stage nevű csatornáján, amit belinkelünk a videó leírásában. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!